Az önkormányzat 7. éve szervezi meg Jászfényszaron a városi fásítási programot. A kezdeményezés népszerűsége töretlen, ebben az évben minden korábbinál több növényt igényelhettek a település lakói, ez alkalommal is ingyenesen juthattak hozzá a növényekhez. Az idei évben 9500 növényt osztunk ki, ez klasszisokkal magasabb az összes évnél, a legmagasabb 5001 néhány százat osztottunk ki, most 9500 fölötti a növényszám, ebből csak a gyümölcsfa 1250 fölött egy pár rabbal. A lakosság nagy kedvel élt ez alkalommal is a lehetőséggel. Ingatlanonként maximum 6 fát és 3 rózsatövet kaphattak a városlakók. A gyümölcsfákat elültethetik az udvarukban, a díszfákat, cserjéket, virágos növényeket viszont a házuk előtti utcaszakaszon vagy előkertjükben kell elültetniük. Fontos cél ugyanis a település szépítés, a rendezett környezet kialakítása, de legalább ilyen fontos a környezetvédelem, hogy minél tisztább legyen a város levegője. Akkor, amikor ezt a faunát, flórát és egy növény élettant vizsgáljuk, akkor az hozzásegíti az embert az élethez, a szemet gyönyörködteti, az egészséges táplálkozást a gyümölcs fokozza. A gondoskodás érzését egy növény irányába ugyanúgy meg kell, hogy érezze az ember, amiért az ember felelősséget kell, hogy válasszon, vagy vállaljon, és az emberek válasszák ezt a felelősséget, igénylik Jászfényszaron, hogy felelős gazdái lesznek a városukra. Igaz, szabadtéren zajlott a növényátadás, de a járványhelyzet idején így is ügyeltek a higiéniai előírásokra, illetve kérték mindenkitől a maszkviselést. Az elmúlt évek helyi fásítási programjainak hozadéka talán az is, hogy a vállalkozások még inkább szem előtt tartják a települési környezet megóvását, helyreállítását fejlesztéseik alkalmával. Például nemrégiben egy magánparkoló építésekor a tervező javaslatára szükség volt 6 fa kivágására, a vállalkozó azonban nem csak a fák pótlására vállalkozott. Kétszer annyi fát fog visszahelyeztetni, mint kellett, 12 darab fával. Azt beszéltük meg, hogy a bölcsödénél, az óvodánál, és talán a rendőrségnél lesznek elültetve ezek a fák, 12 darab fáról van szó. A vállalkozó felajánlása révén földlabdával szállított gömbkőrisfákat telepítenek rövidesen a városi intézményekhez. A növényosztással párhuzamosan egy a környezet és energetikai operatív program keretéből támogatott projekt részeként tartottak szemléletformáló tájékoztatót a Klímabarát Települések Szövetsége képviselői. Ez a projekt, amit itt megvalósítunk, a KEOP 1-2-1-es projekt, ez a klímastratégia, a települési klímastratégia kialakításaira nyúl, és számos szemléletformálási program kötődik még hozzá. Többek között a lakossági célcsoport felé, és ezért azt gondoltuk, hogy egy nagyon jó kapcsolható, árukapcsolható ez a projektben zajló szemléletformálási tevékenység, illetve itt a régen a településen régi hagyományokkal bíró faosztási tevékenység. Napjaink egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás. Nem véletlen, hogy a nemzeti és a megyei klímastratégiák kidolgozásán túl egyre több település is elkészíti saját programját a 2021-2027-es uniós finanszírozási ciklusra felkészülve. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél több társadalmi csoportot mozgósítsunk ennek érdekében, hogy tegyünk az éghajlatváltozás ellen, annak érdekében, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását, és a másik oldalon pedig azok a klímaváltozásból fakadó problémák, amik sorjáznak ezen a területen, elég, hogyha az aszály problémára gondolunk, vagy a hőhullám problémákra, akkor a lakosság és az intézmények felkészültek legyenek. Legyen információjuk, legyen lehetőségük arra, hogy minél jobban ismerjék ezeket a veszélyforrásokat, és minél jobban tudjanak eszközöket kapjanak ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak és megfelelő lépéseket tudjanak tenni. Az elkövetkező egy évben a szemléletformáló tájékoztató program keretében még számos előadást hallgathatnak meg majd a városban élők. Kérdőívek segítségével próbálják felhívni a figyelmet a téma iránt. Lesznek tanulmányi versenyek, workshopok, a tapasztalatokat pedig egy beszámolóban foglalják össze. A városi növényosztást az előzetes igénylések összegzése alapján 2 naposra tervezték Jászfényszoron, ahol az elhangzottak szerint 9500 növényt osztanak ki a helybéliek számára.